Kérjük, nyomja meg a csengőt. Ez a felirat olvasható a Móri Zsigmond megyei és városi könyvtár bejáratánál. Április 12-től ugyanis újra kölcsönözhetőek az előre egyeztetett, összekészített könyvcsomagok. Van, aki egy alkalommal csak egy könyvet, míg más akár tizet is elvisz a részben újra nyitott könyvtárból. A kölcsönzés az úgy zajlik, hogy telefonon, e-mailben jelzik az olvasók, melyek azok a dokumentumok, melyeket szeretnének kölcsönözni. Ezt a kolléganők összekészítik, majd pedig 4 napig érte tudnak jönni. Előtte lehet érdeklődni, hogy sikerült-e összekészíteni a csomagot, illetve aki rendelkezik e-mail címmel, azoknak e-mailben visszajelzünk az összekészített csomagokról, annak átvételéről. Hogy ki mit kölcsönöz, nagyon változatos. Van, aki kötelező olvasmányt visz, más skifit vagy bűnügyi regényt olvas szívesen. Ezt a könyvcsomagot valószínűleg egy gyermekes család viszi majd haza, de a karantén után a kreatív probléma megoldó módszerek is jól jöhetnek. Stábunk ott járt a kor, közel 100 könyvcsomag volt előre elkészítve. Nem csak kölcsönözni lehet, hanem az elolvasott könyveket is vissza lehet hozni. Ezeket 2 napig egy dobozban, karanténban tárolják. 13-án pedig útnak indul a könyvtárbusz szolgáltatás is a fehérgyarmati térségben, 28 településen és néhány nyíregyházi bokortanyán is. A kisfalvakban, illetve a bokortanyákon ez az egyetlen egy lehetőség, hogy könyvekhez juthassanak az olvasók. Ott is gyakorlatilag ugyanez a szabály. Előre megrendelhető dokumentumokat szállítanak ki a kollégák, tehát a buszra felszállni nem lehet. A kollégák leadják az összekészített könyvcsomagot. A jelenlegi előrejelzések szerint júniusban talán már nyithatnak. A könyvtár munkatársai abban bíznak, hogy az ünnepi könyvhéthez kapcsolódó ünnepség sorozatot már megrendezhetik majd szabadtéren.